persze, mert már felvétel közben már nem lehet átméretezni a felvő ablakját. Na mindegy. Ilyen halálronda lett így a képje a gépnek. Na, nem baj. Jó, akkor szimplán próbáljuk meg a telepítést úgy, hogy leformázzuk a címekhajtónkat. De jó, nincsen F8, most már van. De hát ugye, ami lehetséges, ugye, hogy a címekhajtót töröljük, a telepítő nem tudja elvégezni a kért művetet, a kibászott partíció. Ez a partíció idényes telepítési fájlokat tartalmaz, amelyek a telepítés befejezésre szükséges, ugye nyomja le az Entert. Nem engedi leformázni, viszont van olyan, hogy partíció konvertálása NTFS file rendszerrel, és a konvertáljuk, az már viszont nekünk úgy jó lesz. Tehát ha átkonvertálta, felteszi a telepítő fájlokat, nyilván utólag a felesleges ott maradt mappákat ki lehet törölni a C meghajtó gyökeréből, és akkor itt csak az operációs rendszer fog ott maradni. A kis Pentium 3-as gépen nem akart menni ez a telepítési módszer, mindent ugyanúgy csináltam rajta, ahogyan itt a virtuális gépben. Hát nem tudom, miért az ilyen erősen gépfüggő, vagy megsérült a boot setpal. Látjátok, itt tegnap a virtuális gépesen akart elindulni, de az lehetséges, hogy a nagyon sok órát játszott rendszer miatt volt. Na most töltöztem a gépen, aztán minden jó lett. Mert megcsináltam azt az NTS, szerintem az NTS.com konfigurálásához semmi köze, mert ott totál befagy a gép egyébként is. Úgymond nem reagál semmilyen parancsra, mert nem lehet begépelni semmit, így valószínűleg ez vagy gépfüggő, vagy merevlemez függő folyamat. Hát aki ezt nem tudja elvégezni a saját gépén, annak sajnos marad az a sovány igaz, hogy telepítse egy másik laptopról fel, majd keressen rá az XP átköztetés a másik gépre, ott zárja vissza a rendszert, és akkor elvileg elindul a telepítő abban a minek hívják virtuális gépben, vagyis a másik számítógépe is el fog indulni. Elnézést a széknyugodásért, de nagyon szorít ez az optimán. Hát még annyi fontos infót, hogy majd linkelve lesznek a linkek, ahogy ígértem. Közben itt informálok egyet, szó köz C2-es pont. C2-es pont per Q. Megpróbálom ezt a telepítést még egyszer ebbe a kis gépbe, hát hogyha ki tudja. Igen, annyi hozzáfűzni, hogy lesznek linkek egyébként, ugye, hogyha pendrive-ról bootulunk, akkor és címekhajtón címezi a BIOS már eleve, akkor ott arra kell nagyon figyelni, hogy oda fogja beírni a indítófájt. Ugye akkor ebben az esetben két darab választható rész, ez ugye egy sima Windows, nyilván az a 980 éppen, amit formáztunk a pendrive-ra elsőnek, másik a Windows telepítés, frissítés, ugye, de. A másikat válasszuk ki, de miután, hogyha ezt így megcsináltok ezt a részt, ami most megy itt számítógépi puindása, ott arra kell figyelni, át kell írni a boot.irmi fájt a hard disk 2-re, hogyha meg közvetlen Winchester-ről enged bootolni, akkor ugye a hard disk 1, és akkor az 1-es partícióra. 386. Természetesen majd a termékadósító kulcs nem lesz feltüntetve a videóban. Igen, itt lefutatom a SmartDLV-t. WinNT. Jó. Itt, amint ugye látható, csinált egy hibaellenőrzést a gép. Nyilván a instabil fájrendszer, vagy sérült fájrendszer, a D-meghajtóra gondoltott. Már nem figyeltem eléggé. És amit látjátok, elindul a Windows telepítője. Elsőnek amúgy én is azt hittem, hogy kamu ez a telepítés, hogy persze Winchesterről. Elnézést. Hogyha nem
indítjátok le a Smart Dive folyamatot, akkor nem fog elindulni a telepítés, vagyis el fog indulni, de körülbelül egy nap lesz, mire felmásolja, és akkor sem biztos a siker. Úgyhogy erre figyeljen mindenki oda, utána indítsa a WinNT altoszos telepítő fájt. Ha újra indul a gép, akkor mennie kell Winchesterről, hogyha nem indul újra, akkor bukta. Elvileg. Hát persze, lehet aztán gondolkodni, hogy milyen tükröket alkalmazunk, hogy mégis szóra bíjjuk. Sajnos hamar rá kellett jönnöm, hogy floppy-ra vásolom a boot szektort, meg az egyéb hozzátartozókat a meghajtó gyökeréből, nem fog menni, mert ugye hogy szól a boot.ini-fáj? Default, ugye alapértelmezett a C, dollár, WinNT, dollár, apostoló, bind, ilyen hullám, boot, bind, bt, per bootsec.dat. Ugye operációs rendszer, itt WinNT, bootsec.dat, egyenlő Windows XP Installation Upgrade. Viszont ugye ez a két könyvtár benne, ahogy van, nem található meg. Sajnos, mikor a floppy-ról indítjuk a ezeket a fájlokat, nem csatolja fel a C meghajtót, majd a helyi lemezt, a floppy. És ez így nem lehetséges. Jó, közben ugye halad a telepítő. Majd itt mindjárt berakok megint egy szünetet, mert majd kér egy nevet. Kovács Csaba. Na, ugye ez az a rész, amit nem szeretnék mutatni. Rendben, itten fut tovább. Jó, persze, biztos majd jönnek a kommentek, hogy hát megvártad a videót, aztán biztos CD-ről indítottál egy telepítőt. Nem, rendesen gépről csináltam mindent, amit láthattok itt is. Nem volt CD-re lehetőség, hát volt CD-re lehetőség, virtuális gép. Mindegy, de egyébként nem alkalmaztam CD meghajtót úgy, hogy nem az volt, hogy bebúrottam CD-ről, aztán hajrá, hajrá. Itt ugye mutatom is, hogy nincsen CD meghajtó beállítva. Már azt akkor kellett volna mutatni, mikor elindult a telepítő. De mindegy. Aki nem viszi, annak majd külön megcsinálom a videót róla. Szerintem ezt a nagyon unalmas telepítést ne váljuk itt végig. Itt még a hálózat egyszer rákérzi, az most volt. Újraindításnál bejövök vissza. Itt is vagyunk a videó folytatásában. Amint látjátok, már a telepítő a végére ér. És viszont a 3-as gépem újra próbálkozásával is a végéhez érek. Újraindítom ugye Enter gombbal, kivettem a floppy-t. Ezt most nem látjátok, itt meg újraindul a virtuális gép is. És itt el is értünk a telepítő végéhez, egyébként amit ugye szerettünk volna. Miért is bootolna, hálózati bootolás, van, majd kiszerelem ezt a hálózati kártyát, mert idegesíti állandóan PXZ-ik. Itt OK. Ugye képernyő felbontás megnövelése. Majd itt zenélni fog, mert ugye hangkártyáról alapértelmezett a hangeszköz aztán. Igen, és itt amint látjátok, beírok egy nevet, fióknak, Csaba, hogyha ez nem jön be, akkor írom most majd ajánlatos létrehozni egy rendes fiókot. Jó, én szoktam egy ilyen kis apróságot itt. Igen, például a 3-as gépemről nem lehet ezt a módszert megcsinálni, abban van CD-rom. De majd utána járok, hogy itt mi történt, hogy ott nem akart bootolni, de valószínűleg, hogy a szóval gépnek ott erre volt, vagy az átkor. Jó,
És mit kell letörölni? Ugye egyrészt itt lesz, le lehet törölni ezt a telepítőkészletet, de hogyha floppy-ról telepíthetünk csak, akkor ezt érdemes rajta hagyni, hogy metán később megtöltik a rendszer. A másik, hogy töröljük innen ezt a pálmappát. Lol. Nem, törölte az operációs rendszer automatikusan, úgyhogy... Akkor jó, akkor nincs is rá szükség, ugye megy rajta az internet is, hogyha a hálózati kártyát telepítettük. Elméletileg ennyi lenne az egésznek a működése. Majd a NetBoot vagy milyen univerzális TCP per IP protokoll floppy-ról majd külön tutorial fog csinálni, a floppy-ról a floppy-ban használatos, majd DOS-ban használatos alapparancsokat, meg fontosabb kapcsolókat is részletezni fogom. De nekem is onnan kell járni, mert én is csak a 90-es évek vége felé tanultam ilyen műveleteket. 90, 87, akkor 2, 3, 4, 5, 6, 1 év szavaitás, 94, az megvan 8 év, ja igen, 96, 97, rendben, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!